Videók bizonyítják, hogy milyen brutalitást követnek el a Hamas terroristái. Ezt állítja az izraeli katonaság, amely megrázó videókat tett közzé. Bemutatják például azokat a föld alatti alagutakat, amelyeken a terrorszervezet megszervezte az Izrael elleni támadást. Közben folytatódnak a harcok, legalább 12-en meghaltak, miután légicsapás érte egy gázai kórházat. Az izraeli hadsereg hétfőn tette közzé ezeket a felvételeket, amelyeken fegyveres katonákat és harckocsikat látni bevetés közben. Állításuk szerint a Hamász infrastruktúráját vették célba. A támadásban a Hamász 3 parancsnoka meghalt. Egy terroralagútra bukkantak az izraeli katonák, miután felrobbantottak egy robbanószerekkel teli teherautót a gázai Al-Sifa kórház területén, jelentette be az izraeli hadsereg szóvivője vasárnap este. A 10 méter mély és 55 méter hosszú járatról videófelvételt is készítettek egy kutya hátára szerelt kamerával. Az izraeli haderő szerint az alagutat egy robbanásbiztos ajtó zárja le, amin egyelőre nem sikerült átjutniuk a katonáknak. Izrael azt állítja, hogy a Hamász katonai bázisként használja a kórház alatti alagútrendszert. Állításuk szerint erre most már konkrét bizonyítékok is vannak. Az izraeli hadsereg egy másik felvételt is nyilvánosságra hozott. Ezeket állításuk szerint az Al-Sifa kórház biztonsági kamerái rögzítették. A videón azt látni, hogy a Hamas terroristái két Izraelből elrabolt szemét, egy nepáli és egy tájföldi állampolgárt visznek be. Az egyik túszt erőszakkal vonszolják, a másikat pedig hordágyon tolják az egyik orvosi szobába. Izrael szerint a felvételek a támadás napján, azaz október 7-én készültek, és bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ebben a kórházban ejtettek foglyul, és végeztek ki embereket a terroristák. A világnak nem szabad elfelejtenie, hogy a Hamász túszként tartja fogva az időseket, férfiakat, nőket, gyerekeket, csecsemőket. Elkölcsi kötelességünk minden túszt hazahozni. Addig nem nyugszunk, amíg ez meg nem történik, mondta Daniel Hagari katonai szóvivő. Közben a tárgyalásokban kulcs szerepet játszó Katar közölte. Már csak csekély akadálya van annak, hogy az izraeli túszokat szabadon bocsáthassák. A Hamász iszlamista terrorszervezet jelezte, hogy 87 túsz szabadon engedne, cserébe Izraelnek 5 napos tűzszünetet kell vállalnia, és el kell engednie az izraeli börtönökben fogvatartott női palesztin foglyokat és kiskorúakat. Izrael washingtoni nagykövete reméli, hogy Izrael és a Hamász hamarosan megegyezik ebben. Csak a harcok néhány napos beszüntetéséről van szó, hogy kiszabadíthassuk a túszokat. Izrael azonban továbbra is arra törekszik, hogy megsemmisítse a Hamász terrorszervezet katonai infrastruktúráját, mondta Michael Herzog. Kína, valamint több arab és iszlám ország külügyminisztere hétfőn a gázai övezetben dúló harcok azonnali beszüntetésére és tűzszünetre szólított fel. A diplomaták a humanitárius segélyek célba juttatását és a palesztin kérdés hosszú távú rendezését sürgetik.